kegyetlen hajnalig hideg, az arcomat friss szél csapja meg. A tenger felé indulok, maradni tovább nem tudok. Vörösen ragyog, lángol az ég, éjjel vannak, nem láttam még. A dombról figyelsz, jól tudom, és nem látszik rajtad a fájdalom. Vörösen ragyog, lángol az ég, éjjel vannak, nem láttam még. A dombról figyelsz, jól tudom, és nem látszik rajtad a szánalom. Kedden már láthattuk a Strand Fesztiválon a hazai zenei élet egyik ikonikus alakját, Ákost, hisz a Petőfi zenei vele indult és jelöltje is volt, és itt is áll mellettem. Szervusz Ákos! Csokozatlak, és a nézőket is. Hát hihetetlen meneten vagy túl, ugyanis az Ákos 50 még, hát még benne is vagy pontosabban, hisz a Strand Fesztivál az egyik állomása. Hogy lehet bírni, mert ugye volt Ákos 30, nagy a különbség a kettő között? Hát én csinálom, mert én ezt szeretem csinálni, a közönség életben tart bennünket. Ezen a héten 4 előadásunk volt, ezek közül az egyik itt a Strandfesztiválon, a gálának voltunk a nyitó produkciói, a Petőfi zenei díjkiosztónak, ahol jelölt is voltam, a kategóriámban Lukács Laci nyert, akinek ezúton is szívből gratulálok. És most újra visszatértünk, hogy itt zörögjünk a fesztiválon, tegnap Szegeden, hétfőn pedig Mosonmagyaróváron ténykedtünk, jövő héten is van előadásunk. Úgyhogy ami az elmúlt években zajlott, most mondhatnám akár csak az elmúlt egy évet, amiben volt egy Arany János verséből összeállított színházi produkcióm, aztán volt egy tavaszi akusztikus jellegű sorozatunk, 20 előadással, dupla, tripla, teltházas nagybulikkal. Most rock turnén vagyunk a fesztiválokon, december 15-én az Arénában játszunk, közben szeretnénk egy 4 számos EP-t is kihozni, úgyhogy zajlik az élet, valaki 50 éves korában hátradől és élvezi az életeredményeket, én meg azt élvezem, hogy a közönség szeretete kitart és a színpadra van módon felmenni. Megmondom őszintén, hogy ezt hallgatni is fárasztó, tehát amit most elmeséltél ebbe az évbe. Elmondani is fáraszt. Mit érzel így a Balaton kapcsán, mert hogy ugye csodálatos a díszlet, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy fantasztikus. Ilyenkor egy picit másképp lépsz a színpadra? Vagy ez koncert-koncert, nem számít a díszlet? De egy ügyesebb nyilatkozó biztos azt mondaná, hogy teljesen másképp lépek színpadra, de az én dolgom az, hogy mindenütt ugyanazzal a felkészültséggel és lelkesedéssel lépjek színpadra, legyen szó határontúli magyar településről, vagy Magyarvárosról, vagy arénáról, vagy akármiről. Tehát amikor például a, nem tudom, Erdélyben megkérdezik, hogy ugye ide teljesen más lelkülettel jössz, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, és aki mással jön, az egyéb gazemberségekre is képes. Tehát mi mindenhová azokhoz érkezünk, akik bennünket szeretettel fogadnak, a közönséghez megyünk. Teljesen mindegy, hogy tóparti, vagy nem tudom, városi, vagy ünnepi rendezvény, mint ahogy Mosonmagyaróváron egy augusztus 20-ai Szent István napok záró eseményeként léptünk fel. Tehát mi azokért vagyunk ott, akik bennünket meghallgatnak, nem kérdezzük, hogy ők kicsodák, hogy nem tudom, hogy mit gondolnak a világról, vagy nem, hogy ha a színpad felé néznek, akkor nekik játszunk, és ez a dolgunk itt is. És ha most nem zenészként kérdezlek, hanem mint privát emberként, akkor megdobban a szíved, hogyha a Balaton körül jársz? Tehát ennek az országban az a része, amit mondjuk kicsit különlegesebb számodra? Hát én balatoni ember vagyok, van egy kisebb vityillónk is az északi parton, ahova gyerekei nagyon szeretnek lejárni. 4 gyermekem van, és a 8-tól 20 évesig terjed a skála, és mindenki nagyon szeret itt nyaralni, úgyhogy nem véletlen, hogy itt van házunk. Hát köszönöm szépen, és akkor egy nagyon jó bulit kívánok neki itt az estére. Hát nagyon ránk fér, mert meg kicsit az időjárás miatt aggódunk. Egyszer már egy idei előadásunkat elmosta az eső a Fezenen, és félbe kellett hagyni a bulit, és az egy szörnyű érzés, amikor egy megkezdett koncertet az ember nem zenélhet végig, úgyhogy nagyon reméljük, hogy Eső Király megkímél bennünket a mai este. Mi szorítani fogunk nektek. Köszönöm szépen. Hideg a reggel, 100 000 ember lehajtott fejjel most, és hosszú útra kell.
hiába érzem, hogy ma kezdtük vagy éppen, az arcokat nézem, különbözni melyik nő ismerve. Város a szemedben nevet, az ég alatt nincsen ma helyed. Most egyedül én tudom a neved, ma találkoznunk kell.